Nos, üdv! Erre a játékra felfigyeltem, amikor még készült. Egy-két alkalommal úgy beletekintgettem, hogy a készítő mégis úgy, hogy halad, meg mit csinál. Elég érdekes projektnek tűnt. És végre a játék megjelent, úgyhogy azt hiszem vágjunk is bele. Bár ha jól sejtem, ez is valami horror, ami egyáltalán nem az én asztalom, de vágjunk bele ténylegesen. Bár az első kérdésem az lenne, hogy ez itt mi? Ó, hogy ez a nyelvek, oké. Okay. Most láttam először ezt a jelet. Mondjuk átállítom angolra. Ott is ugyanaz. Jó, én tényleg most látom először ezt a jelet. Jó, szóval ha legközelebb meglátom, akkor ez a nyelvek akar lenni. Világos? Ránézésre olyan, mintha a nyelv ikonja lenne, de ha amúgy is le van fordítva minden, akkor mi a tökömért nem írja oda, hogy nyelv? Vagy ez azért van, mert hogyha átállítom mondjuk erre, akkor is fölismerjem? Mert végül is, ha ez volt a cél, akkor működik? Mert most, hogy látom ezt a jelet, most már pontosan tudom, mit jelent. Jó, ez egy apró fennakadás, és sem igazán világos számomra a célja, de fogadjuk el. Lesznek még itt nagyobb problémák szerintem. Mondjuk itt a credits is hagy kívánni valót, mert hát fordítások itt egy nagy téglalap, aztán egy csomó nyelv és egy egyes mellettük. És Unreal Engine, jaj ne! Akkor ez szaggatni fog, mint a rohadás, fogadjunk. Akkor nézzük, beállítás. Grafika. Epikus. Ne legyen, legyen közepes. Tudod mit, legyen az egész közepes. Úgy. Na várjunk csak. Tehát, hogyha epikusra rakom, akkor kapok ködöt meg egy halom bloomot. Közepesnél nem. Na várj, alacsonyan. Viccelsz, még növényzet sincs. Többet látok, hajrá, let's go. Na de, most már tényleg új játék. Hűha, elindult. Nem mondott, hogy ennek története is van. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. I hope you're ready for a little monster hunt. Jó, tény, hogy a játék már a megjelenése előtt hírhet lett a szörnyvonat miatt, de már megmutatni, hogy mi a szörny? Már mind gondoljatok bele, hogyha a 79-es Alien film is így kezdődött volna, hogy a köbő 35 perces felépítés helyett az első 5 percben mutatná, hogy az ott egy xenomorf! Az ott egy xenomorf! Yes, sir. They call him Charles. Ó, már a nevét is tudom, jó? Ahogy látom, te vagy Jack Umbrella egyik rokona. Nagyon jó hasbeszélő vagy te is. Yes, sir. Welcome to Aranirum, the island. Mi Aranirum? Ez aztán buta név, oké. Okay. Bár azok, hogy mert mondom ezt, annyira nem egyértelmű. Ennél klisésebb lett volna, ha mondjuk Arakniának nevezi el a szigetet. Ó, Charles nem csak az egyetlen rémisztő dolog? Jó, lehet, hogy följebb veszem itt a grafikai beállításokat, mert ez így konkrétan olyan, mint egy modolt Morrowind. Na jó, nézzük meg közepesen. Aha. Egy fokkal talán jobb. Akkor te vagy Eugén, ugye? Húha, te le akarsz ütni? Mi villog amúgy? Az? Már nagyon diszkósodsz. Jó, használható tárgyak világítanak, hogyha közelükbe érek. Vagy ha föléjük viszem a kurzort, világos. Például ez? Nincs már veszíteni valóm. Eldöntöttem, hogy átúszom a szárazföldre. Vagy legalábbis megpróbálom. Valószínűleg nem élem túl, de még mindig jobb esélyem van rá, mintha ezen az elhagyatott sziklán maradnék. Ez is egy jó hozzáállás igazából. Legalább megpróbáltad, csak mindenki alábecsüli a víznek az erejét. Ó! Oh. Te vagy... Mi? Tudok haj... Miért? Miért tudok hajolni és miért zoomolok közben? Hú, ez aztán... Tudom így rázni a seggemet. Most te írtad a levelet és itt azonnal meg is haltál? Hadd szabadítsalak ki. Nem fog ez összejönni. Folytatva az előző gondolatmenetemet, mindenki alábecsüli, hogy a víz az mégis mennyire el tudja vonni az embertől a test hőmérsékletet. Hát tutaj nélkül, meg se próbáld, mondjuk tutajjal se nagyon. Ne hallgass Bear Grylls-re. Jó. Akkor
Ja, hogy te vagy a tárgy, aki világít, mert rád nézek. Te egy személy vagy. Én nem akarlak használni. Hé, öreg, használhatlak. Érzek itt valami nagyon sármos low budget érzést így a játékkal kapcsolatban. Stay close. We don't want to be exposed for too long. És közelebb mentem hozzám, miután elmondta a mondani valóját. Jó, akkor megyünk vonatért, ugye? De hú de szalad, lehet, hogy nekem is kéne. Ó, és ez a térkép, ez menő váltás volt. Ki se látok a motion blurből, ez igen. És itt mi van? Nem játékos karakter, akivel nem találkoztál, szükséges küldetés, igen. Fegyveres küldetés. Opcionális küldetés, mi ez a játék? És akkor ez itt a vasútvonal. Mindjárt kiderül, hogy mégis mekkora ez a pálya igazából. Elég nagynak tűnik. Remélem nem kell az, hogy Far Cry-szerűen felszabadítok outpostokat, csak a vonatommal. De akkor kell lennie más ellenfélnek is, mert hát csak Charles elől menekülné, kicsit unalmas lesz nagyon hamar. Az égbolt is eléggé. Hogy fogalmazzak? Azt hiszem eljön értem a sötétség. JPEG formában. Ha megnyomom az escape-et, nincsen mentés. Mikor ment a játék vajon? És ott a vonat. Aha. Ó, be ne szoruljak már. Hello. Kicsit úgy villogsz, kezdesz nagyon sugározni, vagy? Tudod mit? Sok sikert, én megyek felfedezni. Nem kell nekem ilyesmi. Nem kell vonat. Ó, nem mondod. Az ősi ellenségem visszatért. A láthatatlan fal, konkrétan itt a sarok. Jó, oké. A játék megpróbált hülye biztos lenni. Teljesen érthető hozzáállás amúgy. Én aztán nem hibáztatom. Akkor mondd, így a sínek mentén mehetek? Nem. Jó, oké, felfogtam. Megtanultam, és igazad is van. Elvégre ez egy vonatos játék, akkor vonatozzunk. Na, mutasd magad. Shucks, it's locked. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Úgy legyen, öreg. Tetszik így a beszélgetés, hogy történhetett meg, hogy ide álltam mögé, így behajoltam az arcába. Nem tudok googolni, jó? Elmondta a dolgát, aztán így visszahajoltam. Na nézzük. Nem tudok. Nem tudok googolni, de tudok jobbra-balra hajolni, mert az minden játékba kell. Így kukucs, hú. Na, mit is mondott? Nyisd meg a térképet, és jó, az kell nekem? Első küldetés szükséges, azt mondja. Jó, be is jelöltem. Ja, mert hogy itt van mellettem, jó? És ilyen indián füstjelzés van itt. Az, wow, ez aztán kulcs. Nézzük, felszerelés, inventory, kulcs. Világos, jó. Egy dolgot elmondhatok, hogy a játék nem szaggat számomra. Igaz, közepesen vagyok, de... Good on you! Looks like you found it! Open up that door and lead the way! Jó, miért hangoztál úgy, mint aki egy vödörből beszél? Jó, szóval, hogyha összehasonlítom ezt a játékot már csak ebből a szempontból egy másik Unreal játékkal, mint a Hello Neighbor, akkor hát ég és föld a különbség számomra. Bár mindjárt kiderül ez, hogy fog ez működni. Nem is értem amúgy minek a kulcs, de simán be tudnék menni. Ha tudnék googolni. Tényleg. Bár én áthajolok. Ó, nem mondod, nem tudok belehajolni a falba? Úristen, valaki gondolt erre. Jaj, nem mondod. Tök jó, kificamodik itt a bokám. Óhoho. Látok itt egy kalibert. Szép nagy daka. Legendás vonatod. A segítségével gyorsan navigálhatsz a szigeten. Fegyver és pajzs az ellenségeid ellen. Az újjáéledési pont, ha valami rosszul sülne el. Ó, oké. Használd a tárgyakat a vezetőfülkében, hogy megtanuld, mire valók. Jó. Tudnék fejleszteni, ez nem rossz. Színezhetném is. Jó, hát jó a sárga. És van ez. Minden fegyvernek végtelen lőszere van, ezt mondjuk eléggé szeretem. És új fegyvereket lehet szerezni a küldetések során. Egész szépen lehet osztani az olmot. Jó, nem rossz, tetszik. Tetszik. Hello, öreg, Mizu. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Are you ready to take this thing for a spin? Jó, akkor... Hopp!
Oh yeah! Ugye? De még hogy jövünk? Ajaj! Na gyere, gyere! Léci! Úgy, hogy! Nem igazán sérül, és túlmelegettem. Segíts! Ajaj! Elbuktam, Eugene, ne harakudj! Gyere vissza, te szar! Jó, meneküljél! Köcsög Charles a rém mozdony. Jól vagy, öreg? Mikor bad ending lesz? Mi? Ne aggódj, meg lesz! Egy barátom volt a szigeten, azt is elvesztettem. Hát, ha tud ez a játék egy kicsit többet. Nézzük, átállítom magasra. Aha, ilyenkor köd is van. Ja, ez a kép már úgy ismerősebb. Jó, egy kicsit maradok ezzel aztán. Ha nagyon nem jó, akkor vissza közepesre. Ja, mert itt próbálok beszállni. Jó, akkor... hova? Tehát itt egy szükséges küldetés, meg van egy fegyveres küldetés, bármit is jelentsen, és... Te mondjuk bejelölöm őt. Opcionális. Biztos. Megnézzük, mit akar az opcionális. Addig is megyünk előre, neked... RIP? Tudja, hogy két nap volt hátra a nyugdíjig, és akkor így megyünk, így. Csihuhu. Nagyon nagy csihuhu. Há... Komolyan megért ez a kis vasút. Na várjál csak! Vissza! Hogy... Ha kiugrok a vonatból menet közben, ami őrültség, akkor automatikusan megáll, és itt nincsen semmi. Egy kicsit csalódott vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy ez a vonat egyébként hol mászkál, meg mit csinál. És jól látom, hogy van üzemanyaga a vonatnak, vagy az az életereje? Nem erre akarok menni. Na várjál csak. Mi a franc, arra menjél. Mert hogy arra fordul, én erre akarok menni. És ahogy látom, a térkép nem állítja meg a játékot, ennek nagyon örülök. Na, állj meg. Kicsit menj előre. Úgy, most állj meg. Pip, 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 pip. Akkor ezt átváltjuk. Én nem látok különbséget. Aha, nem látok különbséget. Jó, akkor majd rájövök, hogy melyik merre megy. Ja, hogy ott a tábla. Oké, nem szóltam. Károly nem mehet így a sebességét állítani. Mert fölmegy maxra, azt így ennyi. Azt mire megáll, az egy sok idő lesz. Bár nagyon tetszik a vonat, hogy ide van rajzolva minden. Hopp. Miért álltunk meg? Mert ez... Nem én voltam. De oké. Okay. Na, ott már van valami. Megjöttem. Na, mi a helyzet? Te ki vagy? Ó. Szép a fegyvered. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Ah, te is egy ilyen hasbeszélő vagy. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Nagyon rendes vagy, köszönöm. Side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Ó, vannak maszkosok? The balcony and take whatever you can use. Nézz körül az erkélyen, és vidd el, amit hasznosnak találsz, négy. Igazán. Nagyon szívesen négy. Valaki ott atomkísérleteket folytat. Hű, az igen. Hát vámpír odabent nem maradt pormentes, annyi biztos. Jó, akkor. Odaadta a kulcsot az erkélyéhez, mert ilyen rendes. Úgy. És akkor hulladékvas. Csak így odaadod? Semmi kérés? Nagyon szépen köszönöm. Szóval most, hogy van elég ócska vasam, valószínűleg meg tudom javítani a vonatot, vagy upgrade-elni. És te így el vagy, jó. Vonat életereje. Ja, miért ne? Ja, hogy csak ennyit javítasz, oké, az szar. 2-3-as szintű hulladék vasak. Nem tudom, legyen damage, meg ez. Az ott mi? Acca, köszi. Úgy köszönöm a damage-et. Ha más nem, akkor egy üvegágyú leszek. Oda be is mehetnék, de nagyobb bent van. Szóval lehet, hogy elsőnek mondjuk ezzel az NPC-vel beszélek, aztán meglátjuk, mi van. Közben azért nyitva tartom a szemem, hogy mi a helyzet errefelé. Az ott egy roncstelepnek tűnik, vagy szeméttelepnek. Jó, akkor egy kicsit. Így. Ez így jó is lesz. Nem? Állj már meg, te jó ég! Én csak egy kicsit akarok döcögni, de ez inkább csak full sebességre megy azonnal.
Szóval egy kis sebességbeállítás nem menne rossz. Ott van. Ott az előző hős vonat, de itt meg hát zárva van, jó? Na azért van itt ócskavas. Úgy érzem, ez a sok ócskavas véges. És azzal, hogy megjavítatom a vonatomat, igazából csak pazarlom, de nem baj. Mi van? Mi ez itt rajtad? You can't earn my respect without making yourself useful. Aha, nagyon kedves tőle, Daryl. Here, take him. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Jó. Adott lockpicket ahhoz a ládához. Feltörjük azt a szart. Aha, jó. Ja, értem, hogy működik, csak... Hú, ez aztán... Finnyás egy picit, de azt hiszem sikerülni fog. Nem, nem fog. Ez az. Mi a szar ez? Aha, egy pók, meg egy csomó ember. Az, hogy én szörnyvadászként idejövök, az... Azt ő le se szarja, de föltörtem egy ládát. Na, most már tisztellek. Na gyere. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd looking piece of junk you found inside there. A letdown, to be frank. You earned my respect. So here's some scraps, like I promised. Égy ne. Na kérlek szépen, ha ez nem küldetés teljesítve, akkor nem tudom mi. Na és itt van egy NPC kékem. Van pár kék még rajta kívül. De azt hiszem ideje lesz megnézni, hogy mi az ott. Ja, csak úgy, puszta kézzel, vonat nélkül, neki a vadonnak. Nem lesz probléma. Megmutatom a természetnek, mi a nagy pöcs energia. Fincsi, nyami, ragú recept. Mocsár, víz, só, lóhere, sár, só, hús, bármilyen lehet emberhús is, hehe, só. Jó étvágyat hozzá, nagyon sokáig. Úszok, vagy mi ez? Ja nem csak, hogy bokáig ér vagy derékig a víz, aztán itt csúszkálok, jó? Azt hittem instant megdöglök. Jó, rohadj meg, Murphy. Minusz 3 hulladékvas. Nem mondod, így büntetsz? Ez mondjuk elég vacak. Gondolj bele, hogy... Játszol egy játékkal, és akárhányszor game overt kapsz, elveszi a pénzed, hogy ne tud upgrade-elni magadat, vagy a cuccaidat. Baromira utálom, mikor valami ezt csinálja, mert az azt jelenti, hogy minél rosszabbul játszol, annál rosszabbul fogsz játszani. Ez az egész rendszer nagyon átmegy egy ilyen hógolyó effektbe, hogyha nem vigyázol. Jó, szóval vízbe se menjek, mert nem elég, hogy van egy ilyen vonatpók, még van a vízben valami szarrágó is. Jó, és hát a az ócskavasat azt így nem kapom vissza, jó? Jó, ezt jó tudni. Sejtettem, de inkább megnéztem. Jó, legalább tudom, hogy a veszély valós, ami a vidéket illeti. Na, muti magad, te boszorkány. Mi a helyzet veled? Well, hello, darling. Gyönyörű vagy. A napra lehet nézni, de rád nem. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. Én nem akarok a húsod lenni, léci. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Ja, volt szerencsém bele találkozni. Keep an eye out for him splashing around, and don't move if he gets close to you. As long as you stand still. He's as kind as a kitten. Ja, hogy ez a titka? Nekem most kajakát kéne oda mennem. Hát, megpróbálhatom. Ugyanakkor tartok attól is, hogy Charles csak úgy meg fog jelenni. Úgyhogy ezt egy kicsit később, de meg fogom csinálni. Nagyon tartok attól, hogy ott mászkálok benne a szarban, aztán jön Charles. Úgyhogy futunk vissza. Van egy fegyverküldetés, amit meg szeretnék csinálni, úgyhogy hajrá! Úgy érzem, szükség lesz rájuk. Ez nem tűnik barátságos helynek. Jó napot. Nyitva a kapu, gondoltam, beengedem magamat ide, hova? Hát itt mi történt? Őszinte részvétem meg ilyesmi, hogyha netán te vagy az áldozat. Ó, egy ócskavas. Mennyi van nálam? 30... 35? Ó, egy pillanat. Nehogy már. Gyerünk, armor, léci. Úgy, mert ha belegondolok, hát ócskavas kell ahhoz, hogy megjavítsam a vonatot. És minél kevesebb az armorom, annál több ócskavas megy el a semmire. Szóval mi lenne, hogyha felfejleszteném az armort, és akkor kevesebb ócska vas megy el a semmire. Zseni vagyok. Bár a következő a sebesség lesz, mert hát hiába erős a vonatom, hogyha lassú, mint a tetű. Ejha. Oké, nem gondoltam volna, hogy ennyire forró. Sebesség 2-es szint. Jó, egy kicsit a sebességre fogunk fókuszálni ezután. Csak előbb beszélek ezzel az úriemberrel errefelé. Szóval... Mi a helyzet? Kicsit
emlékeztet Jim Pickensre. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. Hát egy finoman szólva. I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting, so a weapon like this could come in handy. Hogyha elalszik a tűz, enyém a lángszóró, oké? Okay. Én benne vagyok. Feltenném a jogos kérdést, hogy mikor alszik el. Oh-oh! Ajaj! Hallom az apokalipszist közelíteni. A parti vonaton nincsen fék, na gyere! Ó, ennyire ki tudok hajolni, oké? Okay. Hol vagy? Ott vagy, gyere ide, te mocsadék! Aj, de szép vagy, gyerek, meg... Nem! Rossz! Rossz vonat! Menj innen! Ne is lássalak! Menj már innen, de rusnya vagy! Egy kicsit durva vagy, leállhatnál! Menj már innen! Konkrétan szétszedi a vonatomat! Ne is lássalak! Na most egy kicsit bánom, hogy elköltöttem az összeset armorra. De hát ilyen ez a pop szakma. Kicsit gyorsabbnak kell lennem, ez nyilvánvaló. És nagyon kérdés, hogy az armor upgrade az így mennyire segített. Nem volt más választásom. Ez mi ez a 3:5-as szintű hulladékvasak, meg 4:7-as, meg 7:16-as? Most tippelsz, vagy tudod, hogy mennyi as kell? Jó, szóval hova üldöztél el, te szerencsétlen? Találj módot a tűz eloltására. Ja igen, igen, akkor nem fog saját magától elaludni, hanem majd... Majd. Általam. Akkor irány vissza, azt hiszem. De meg volt az első találkozó Charles-zal, ami nem skriptelve volt, úgyhogy örülök neki. Szóval itt egy bánya. Majd. Most valahogy nincs kedvem oda menni. Éppességgel szenvedek. Jó. Még egy kis sebesség. Mert ne. Jó, szóval találjunk módot a tűz eloltására, és itt egy víztorony. Feltűnően piros festéssel itt. Kiváló. Elhasználtam az ivóvizedet, remélem nem haragszol. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Neked ezzel mit ott eszedbe? Festés! Oda nézz! Már megérte, eloltanom a tüzet, megmentettem a festéket. Na, végül is nézzük meg a kéket, na. Nem szeretem a főfeladatokat csinálni azonnal, de rendben van, benne vagyok ezúttal. Szóval. Még egy kis sebesség közé. A rovarírtó lassítás tűzgyorsaság. És ez? Ó, menő! És akkor te mit tudsz? Hát, ja, ezt tudja, nem tudom miért hívják rovarírtónak. Habár lehet, hogy ezért. Jó, kicsit visszább megyek, mert ott a kék jel, legalábbis ami a térképen kék. Ja, kiugrani egy mozgó vonatról, igazán biztonságos. Na, mi a helyzet? The Monster Hunter has arrived, I see. Hát te is nagyon szép vagy. Dispersed around the island are three eggs. Eggs. Primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Ennek mi értelme van? Tehát gyűjtsek 3 tojást, helyezem a templomban, és akkor Charles így bemegy egy ilyen CEO mindsetbe, ahol nem menekül el soha. Hát jó. Akkor erre vannak a bányák, oké. Okay. Lehet, hogy én ezt a tojásvadászatot későbbre hagyom. Ja, későbbre hagyom. Megnézem ezt. És szerintem találkozok még egyszer Charles-zal, és csak utána megyek a mocsárba, feltéve, ha elég közel vagyok hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fog ő támadni. Milyen időközönként. És akkor elérem a váltót, és teszek egy kitérőt. Felmerül bennem az ijesztő kérdés, hogy oké, hogy én hát kimúlok valami által. És visszakerülök a vonatra, de hogyha a vonat megsérül, akkor mi van? You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Here's the key to the barn. It's just up the path, but I'll mark it on your map anyway. Á, szóval ugyanúgy azt csinálod, amit a csaj nem olyan rég. Jó, köszönöm szépen, hát ingyen vas. Én élek a lehetőséggel. Ha szabad, 9 ingyen vas, csak úgy. Nem érdekel, milyen furcsa dolgokat tettek korábban, vagy milyen módszereket alkalmaznak, csak Charles pusztuljon. Ámen. A legtöbb ember errefelé ugyanezt akarja, de vannak olyan őrültek, akik életben akarják hagyni
Annak a nyomorult Warrennek elment az esze. Biztos ilyen vonataktivista vagy ilyesmi. Annyi biztos, ha lesz zombi apokalipszis, 100%-ra lesznek zombi aktivisták, hogy ó, hát a zombiknak is vannak jogaik. Te nagyon csúnyán nézel rám, és miért nézed a fejem tetejét, van valami kócos vagyok? Ja, hogy ez akar lenni? Hogy level 6, 13 scraps. Aha! Megnéztem angolul, mi a helyzet. Magyarul teljesen összezavart, hogy mi a franc akar lenni, hogy 6, 13-as szintű hulladékvasak. Ez aztán elcseszett fordítás, köszönjük szépen. Itt van még egy úriember valószínűleg. Annyira szürke és elhagyatott a táj. Komolyan, ki akar itt élni? Nincs itt semmi. És sarkibolt nincs. Felmerül bennem a kérdés, hogy mindenki el akar menni erről a szigetről, de akkor Eugene engem hogy talált meg? Mert hogy én jöttem a szigetre csónakkal. Szóval valami nem stimmel. Á, biztos ilyen videójáték logika, hogy minél kevesebbet gondolkodom, annál jobb. Oh, hello. Meg akarsz ölelni? Vagy megméred a vászélességem? I need my pickles! Jó, ismerek valakit, aki savanyúsággá alakította magát, legviccesebb szar, amit valaha láttam. I ate the last jar of pickles I had in my house! And there's only one jar of pickles left on the island! My secret jar of pickles! Locked away inside my pickle cave! I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave! Hölgyeim és uraim! Bemutatom a legépelméjűbb Rick és Morty rajongót. Nem tudom elképzelni, hogy ez itt mi akar lenni ez a kéztartás. De ha lennének rendesen arcanimációk, akkor azt hiszem itt nagyon furcsa arca lenne. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. Ó, remek, jól hangzik. Megkapom az összes ócskavasat, hogyha kitöröm az ajtót, vagy feltöröm. Kitörni a fogát fogom, hogyha nem kussol, mert folyton üvölt és irritál a hangja. Van egy apró probléma. Nincsen probléma. A savanyúság maga a szeretet. A savanyúság maga az élet. Nem a Shrek, és nem tűröm az ilyen eretnekséget. Imádom a savanyúságot. Boldoggá tesz, savanyúság, savanyúság, savanyúság. Hát azt hiszem, nagyon kikészített téged az itteni élet. Fogadjuk, városban éltél, azt mondták, költöz vidékre, mert jót tesz az egészségednek. És ott a savanyúságos barlang. Jó, megnézhetem, de tartok tőle, hogy lesznek ott, ellenfelek, és nem nagyon tudom magamat megvédeni, de megpróbálom természetesen. Annyira bent? Ennek nem lesz jó vége. Ennek nagyon nem lesz jó vége. Lehet, hogy inkább megvárom Charles-t, hogy hát, ha van valami cooldown így a támadások között, hogy legyen időm odajutni meg vissza. Jó, ezt is egy kicsit későbbre hagyom. Tudjátok mit? Fokit! Megyünk fegyverezni. Kell még egy fegyver. Nem bízok a lángszóró erejében valamiért. Ahogy rohagy meg. Kiállította át ezt. Na itt egy dok viszont. Terv lefújva. Oh, hello! Gyere ide! Na mi van? Ajaj, túl melegettem. Nem, ennyi nem. Fúj, rossz vonat. Rossz. Shit. Hát ez a szénhajtású Joker köcsög, ez nem igazán ellenfél ezzel a lángszóróval. Tetszik a lángszóró. Nénikéd, csak azért is belém ütöttél, mi? Ha mi van, kicseréltek? Menj már innen. Most miattad letértem az útról. Menj már innen, köszönöm. Na jó van, elegem van belőled. Azt hiszed, végeztünk? Nem, gyere vissza. Hát ez elmenekült. Meg kéne javítanom a vonatomat. Úgy. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy pár percig én biztonságban vagyok. Vagy valami ilyesmi. Jaj, de messze álltál meg. Egy fake upgrade kéne igazából. Jó, mondjuk egy több tonnás vasat megállítani önmagában csoda. Egész kellemes. Az ott már annyira nem, mi van ott? Na, álljunk csak meg. Jaj, bánya, mi más? Az ott egy bomba. Hát ezt fölvettem. Hát eddig ez a játék érdekes. Az, hogy nem akar a pofámba omlani össze, az nagyon dicséretes igazából. Ez az első amatőr Unreal játék ezen a csatornán, ami nem akar darabokra esni. Úgyhogy igazán dicséretes. Viccen kívül. Jó, oh, hello, hát te? Aha, szóval Warren ez a világ ura akar lenni szerinted. Azért, mert szaporítani akarja Charles-t. Jó. Jó elmélet.
Ja, nem tudom, ki vagy. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Ja, te voltál az egyik kék csávó. Véletlenül odaértem hozzá, jó? Az nem probléma igazából, amúgy is ide akartam jönni. Na de ezt majd legközelebb folytatom, mert hosszabb lett a felvétel, mint gondoltam. De ezt szeretném átvinni, úgyhogy lehet még Chuchu Charles-ra számítani a közeljövőben. Na de addig is kínzom magam szerintem valami mással. Vagy ugyanezzel. Na csáó! Oh, shit.